nehézségekkel indult a tavalyi esztendő az Erkel Ferenc Nonprofit Kft-nél. Ennek ellenére tartalmas és sikeres évet zártak, fogalmazott Repiszki Dániel ügyvezető a három témában. Rendhagyó tanórák sokasága, a gyulai nyári korzó programjai két hónapon keresztül, fesztiválok és újdonságok is, mint például a Szent Miklós Parki Szabad Festés jellemezték 2023-at. Az ügyvezető kiemelte, a nyári főszezonban megnyitott játszóház fontos állomása volt az előző évnek. Újdonság volt ugye az életünkben a játszóház megnyitása az alispáni lakban, amely július közepén nyitotta meg a vendégek számára a kapuját, és azt tudom elmondani, ebbe a szűk hat hónapban közel 6000 látogatónk volt, ami pozitívum volt, hogy ennek körülbelül a fele volt gyulai, a fele pedig turista. Mindenképpen pozitívan értékeljük ezt az időszakot. Nagy öröm volt az, hogy ősszel közel 2000 gyulai iskolás látogatott minket. Természetesen az ünnepi időszakokban inkább a turisták érkeztek. Illetve azt is, hogy a gyulaiak, mint születésnapi helyszín, nagyon szeretik a játszóházat. Ezt is átlomani, hogy több mint 40 születésnapi rendezvényünk volt ebben az időszakban. Nem maradnak kulturális programok nélkül a gyulaiak a téli időszakban sem, mondta az ügyvezető, annak ellenére sem, hogy a művelődési központ szolgáltatásai tavaszig átköltöznek a Vigadó épületébe. Már tavaly bevezették ezt a gyakorlatot, elsősorban takarékossági okok miatt, mellette ez az időszak arra is alkalmas, hogy elvégezzék a szükséges karbantartási munkálatokat. Repiszki Dániel hangsúlyozta, a művelődési központban működő valamennyi közösség változatlanul tudja folytatni a tevékenységét a végadóban, akikkel ezekben a hetekben kezdik meg a közös gondolkodást. A nyári korzó fesztiválon rengeteg közösségünk lép föl, vagy különböző városi rendezvényeinken is közreműködnek a körünk, a vegyes kar, de amint említettem a festőink a korzó programokon, vagy például a Népdalkörrel közös fesztiválunk van a Viharsarki Népdalköri találkozó. És ez az időszak arra is jó, hogy egy kicsit tervezzünk, előre gondolkodjunk, megnézzük azokat a lehetőségeket, hogy miben tudunk újítani, és utána természetesen folytatjuk a tevékenységünket, és rendezvény kínálat se áll meg, tehát a Vigadóban tervezünk erre, erre, a két hónapra is programokat, mint például a Magyar Kultúra Napját, ahol a Budapest Filharmonia Társaság fog egy koncertet adni, de tervezünk farsangi táncházat minden korosztálynak, vagy éppen stand-up előadásokat is csapatmunkában, közösen megfogalmazott célok mentén, új ötletekkel és tervekkel kezdte meg az új évet az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. annak érdekében, hogy a gyulaiaknak minél több kulturális lehetőséget tudjanak kínálni 2024-ben is.